Nehéz volt ez a verseny, hiszen nem arra számítottunk, amire készültünk minden oldalról. Ennek a helyezésnek két oldala van. Egyrésztről a helyezés, a másrésztről a százalékos eredmény. Helyezés szempontjából elértem egy jobb helyezést ebben a számban, mint az előző olimpián. 8 helyet javítottam, úgyhogy helyezésben van előrelépés, viszont százalékosan sokkal többet kaptam az elsőtől, és ez annak köszönhető, mert hogy hát nem jött ki úgy a ritmus, meg úgy nem voltam olyan formában aznap, volt egy rossz napom volt, amit megpróbáltam a legjobban kihozni, és előre, és az önös érdekeket, meg a saját teljesítményet elhagyva, inkább az országért versenyeztem, és a nemzetért, hogy érjek le biztonságosan mindkét futamba, hiszen nagyon sokan estek ki, nagyon rossz idő volt, nagyon nehéz körülmények között kellett versenyezni. Ugye 75 perccel később kezdődött az egész, a nagy hóesés miatt is. Így van, sok késleltették a második futam rajtját másfél órával, a hatalmas mennyiségű kupacok gyűltek föl a pályán, ami nagyon veszélyes volt, és előidézte, ugyanilyen szituációban sérültem le 2019-ben, úgyhogy volt egy nagyon rossz érzésem, hogy ezt most lehet, hogy nem kéne nagyon kockáztatni, méghozzá azért sem, mert nekem még a főszámom hátra van a szlalom, és komolyabb előrelépés, az első futam után úgyse tudtam volna már előrelépni, kockáztatni, pedig nem lett volna érdemes, már csak azért sem, mert jó lehetőség volt jó helyezést elérni, és az olimpián azért ez sem egy másodlagos dolog, hogy milyen helyezést érünk el, hiszen ez nem olyan, tehát sport értelemben lehet, hogy nem mindig a helyezést kell nézni, de az olimpia az pont az a hely, ahol csak azt nézik, úgyhogy ilyenkor teljesen más taktikával kell versenyezni, amit nem teljesen szeretek, mert nagyon szeretek én kockáztatni, meg teljes meld bedobással versenyezni, de néha egy kicsit vissza kell szállni, át kell gondolni a szituációt, és kihozni a legjobbat. Ennek tükrében a DVTK versenyzőjeként akkor mit várhatunk tőled a szerdai műlesiklás során? Fogsz-e kockáztatni? Igen, fogok kockáztatni. Már alapból ez a szám, a műlesiklás, a szlalom egy kockázatos szám, hiszen ott nagyon nagy a hibázási lehetőség, ott az a jobb, aki kevesebbet hibázik, és a hibából gyorsabban fel tud állni, úgyhogy itt versenyezni a szlalomba, ha jó eredményt akarunk elérni, akkor muszáj kockáztatni, gyorsan versenyvonalon síelni, engedni a sít, közel menni a kapukhoz, nagyon hosszú pályánk is lesz, de ezek, ugye, ezekre én rá vagyok edzve. Én nagyon sokat készültem a szlalomra, főleg, úgyhogy ha ki tudom hozni magamban a legjobbat, akkor akár egy nagyon jó eredmény is kisülhet, úgyhogy ebben reménykedem, hogy minden jó lesz. Ez mit jelenthet? Hányadik helyezés? Top 30 van megcélozva, hiszen 30-adik voltam a műlesításban az előző olimpián, most 30-on belül végeznék, az helyezésben egy javítás lenne, de ez egy nagyon sok mindentől függ tényleg, úgyhogy, de ez lenne az álmom. Milyen időjárási körülmények várhatóak holnapra, szerdára? Holnapra jó lesz, tehát nem várható akkora nagy havazás, sőt, semmilyen havazás nem várható, úgyhogy szerintem az nem fog befolyásolni. A hót az újra megcsinálták, újra átmentek rajta ratrakkal, tehát egy kicsit felfrissítették, nem lesz az a csúszós jég, hanem csak kemény jég lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az a jeges pálya, mert sok pályanézés, csúszás, oldal csúszással változhat ez, de az síllécem nagyon éles, úgyhogy azt nem hiszem, hogy az a probléma lenne.